Augusztus 20-án adják át a vasútállomásnál található új buszpályaudvar Esztergomban, amely összehangolt járatokat biztosít majd a vonatok és buszok közt, közölte a MÁV és a Volánbusz az MTI-vel. Ezzel megszűnik a Simor János utcai állomás, ekkortól már több térségi településen is a vasúti menetrenddel összehangoltan közlekednek majd a buszjáratok. A hétvégi káoszszerű helyzetek miatt szabályozzák az erdő autós terhelését Visegrád környékén, közölte honlapján a pilisi parkerdő. Az Apátkúti völgyben egy 95 férőhelyes parkolót hoznak létre szeptemberig, amelyet fizetősé tesznek egy napi 1000 forintos díjszabással. A befolyó összeget a terület karbantartására fordítják majd. A hétvégén már nagyon magas szintet is elérhet a parlagfű pollen koncentrációja, hivatalosan is beindult a gyomnövény szezonja. Orrfolyást, tüsszögést, de akár fulladást is okozhat a ráérzékenyeknél. A szakemberek szerint érdemes esőzések során bent tartózkodni, mert akkor hevesebbek lehetnek a tünetek. A pollen koncentráció csak a csapadék lehullás után csökken.